Stahanov Elvtárs és éljen a Stahanov Mozgalom. Ma vasárnap van, és mégis dolgozunk, de hát sohasem legyen kellemetlenebb munkám, mint motorkerékpárokat fotózgatni, vagy tesztelni ilyen csodálatos kis tavaszi napsütéses napon. Csütörtökön elhoztunk a BMW-től két motorkerékpárt, én rám a G650 GS jutott, itt látható mögöttem a háttérben. Miután csütörtökön is, pénteken is rossz idő volt, sőt, mitől még tegnap szombaton is ronda felhős volt az ég, vasárnapra viszont csodálatos idő lett, kijöttem vele még egyszer. Budakeszi környékén kolicáltam vele, hát ugye idefelé jöttem az autópályán egy keveset, aztán mellékutakon, illetve aztán földutakon, illetve a szőlőskertek közötti ilyen gazdasági utakon kóricáltam egy kicsit. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy nem az erdőben, nem réten, nem természetvédelmi területen, ezt a legmesszebb menőkig tiszteletben tartom, meg tartjuk mi itt a Motorevűnél, úgyhogy ilyen helyekre nem mennénk be. A G650 GS ugye tudjuk 2011-es modell, annak ellenére, hogy a legkisebb és belépő modellje ugye 650 köbcenti, belépő modellnek számít a BMW családba, vagy BMW világba, a BMW luxus érzésbe. Aránylag elviselhető áron, ez 2,5 millió forint körüli áron van ez a motorkerékpár majd a kereskedésekben, és hát félreérthetetlen GS. Tegnap, amikor a kollégám jött mögöttem, és csak így a visszapillantó tükörbe belenéztem, és nem látszott vibrált a tükör, nem látszott pontosan, hogy milyen motor, aránylag messze is volt, de az ülés pozícióból, a formából, ami így átjött a rezgő tükrön, azonnal lehetett látni, hogy ez egy GS. Mondjuk én speciális nagyobb GS-re tippeltem volna, minimum a 800-asra, F800 GS-re, vagy ne adj Isten, az 1002 GS-re gondoltam volna így a tükörből. Na de hát ezen a kis GS-en, hogy úgy mondjam, hagyj becézgessem, ezen is félre ismerhetetlen BMW jelként ott van a kacsacsőrű emlős csőr, ami, hagyj mutassa meg, ez elfordul a kormánnyal. Ez a sárvédő, a felső sárvédő imitáció, van egy alsó sárvédő, értelmesen ami a tényleges szerepet tölti be. A BMW családnál, vagy jó ideje már, az aszimmetria dívik, félreismerhetetlenül BMW-s lámpa, test, viszont már majdnem custom katalógusba illő, ilyen, hát nem Kellerman, de ilyen nagyon forma tervezett kis lándzsahegy formájú indexek elől, hátul, fantasztikus anyagminőség, tényleg nagyon jó anyagminőség, remek fényezés, ez egy ilyen hajlékony műanyag, vagy ami valószínűleg nem is fog eltörni a legelső esetben, legalábbis reméljük, ezt azért nem szándékozunk most kipróbálni. Minden anyag, akár legyen mat, akár fényes, az valami elsőrendűnek tűnik, nagyon kézreálló kis keskeny markolat, kormánysúly sem az a legegyszerűbb vacak. Ami érdekes, hogy a fék kar az nem állítható a testméretre, illetve marokméretre, viszont a kuplunkar az már igen, ezt majd meg kell néznünk, hogy ez vagy nem kiegészítő katalógus termék-e. Szélvédő, azt nézegettem idefelé, 140-et mentem vele körülbelül, belekalkulálva azt, hogy a legtöbb óra csal egy kicsit, tehát ezt vegyük még legálisnak. Ez a szélvédő, ez nagyjából nyakmagasságig tartja távol a szelet, a fejre azért már jut szél, be lehet persze mögé bújni, de akkor az már nem ez az igazi túrázós testtartás. Előről hátulra haladva, tükör. Nem tudom hány szögletű, de az a lényeg, hogy nem kerek, és nem egyszerű négyszögletes tükör, adtak azért itt is a stílusnak egy keveset. A kormányát érdemes megnézni, olyan széles, hogy bármelyik endulóra elmehetne, jó vastagfalú kormány, abszolút nem hajlik, nem mondok, tehát nagyon szilárd, merev kormány.